Napot kívánok! Visszatért a Békesugárúti óvodába Fizi Miska. A minden lében kanál bábfigura téli kalandjaival csütörtökön ismerkedhettek meg a gyerekek. Az előadás egy különleges jótékonysági akcióhoz kapcsolódott. A bábsziház már hagyományt teremtő módon évek óta minden év végén gyerekekkel kapcsolatos rendezvényeket kezdeményez, vagy részt vesz olyan rendezvényekben, ahol beteg gyerekeket támogathatunk, és így ennek kapcsán jött az ötlet, hogy most ebben az évben a Vihar-Sarki Koraszülött Mentő Alapítvány javára kezdeményeznénk egy olyan rendezvényt, amin keretén belül úgy mennénk el a gyulai óvodákba, hogy most nem a szülők fizetnének a bábsziházért, hanem a bábsziház fizet belépődíjat a gyerekek után a Koraszülött Mentő Alapítványnak. Abdulrahman Abdulrab Mohamed, az alapítvány vezetője elmondta, május óta közel 100 gyermeknek segítettek. Van bőven munkánk, és szerintem 2020-ban még több munkánk. Hála Istennek, hogy én azt mondom, hála Istennek, hogy van munkánk, mert tudunk segíteni, és azokat a koraszülötteket, újszülötteket egészségesen tudjuk hazaengedni, így biztos, hogyha több munkánk van, akkor biztos, hogy több boldog család és több egészséges koraszülött, újszülött haza fog kerülni. Az előadást megelőző sajtótájékoztatón Alt Norbert alpolgármester elmondta, fontosak a hasonló kezdeményezések, mert a koraszülötteket segítő alapítvány működéséhez is nagyban hozzájárulnak. Az alapítvány nem tudna működni az ilyenfajta felajánlások és kezdeményezések nélkül. Itt mondhatjuk úgy is, hogy két legyet ütünk egy csapásra, hiszen a gyulai óvodások egy ingyenes programon vehetnek részt, másrészt pedig az alapítvány is jól jár, hiszen a bábszínház a részvevő gyerekek száma után 100 forinttal járul hozzá a Vihar-Sarki Koraszülött Mentő Alapítvány működéséhez. Nagyon örülünk, és természetesen számítunk a jövőben is hasonló kezdeményezésekre. A TikTok bábszínház a napokban összesen 8 óvodában mutatta be Fizi Miska téli kalandjait.